köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Üzemcsarnok átadás Bonyhádon, több mint 4,5 milliárd forint állami támogatással fejlesztett a családi vállalkozás. Szekszárda családbarát város, egyedülálló megállapodást kötött az önkormányzat oktatási intézményekkel. Együttműködés, az oktatás fejlesztéséről írtak alá megállapodást Paks 2 kapcsán. 12 menekültnek segítenek Síjóalgárdon, összefogtak a község lakói és az önkormányzat. Ha lenne ilyen verseny, akkor Magyarország lehetne az adócsökkentések Európa bajnoka. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta Bonyhádon egy üzemcsarnok átadóján. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, az elmúlt években Bonyhád és Dombóvár térségében 9 milliárd forint értékben valósultak meg hasonló fejlesztések. Már állnak a gépek a most átadott új csarnokban. A családi vállalkozás festő- és berendezésgyártó üzemet is működtet Bonyhádon, összesen 345 helyi és környékbeli dolgozójuknak biztosítva ezzel megélhetést. Most egy új csarnokot építettek és gépeket szereztek be. Jövő év közepéig pedig újabb fejlesztéseket terveznek, hogy ki tudják szolgálni a főként német luxusautókat gyártó megrendelőiket. Olyan tárgyalásokat és lehetőségeket kapunk, amiért megindítottuk ezt az egész fejlesztést, ami 4 fázisból állna majd. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Az átadón arról beszélt, hogy Bonyhád és Dombóvár térsége Tolna megye egyik legdinamikusabban fejlődő területe lett az elmúlt években. Csak a ginopos fejlesztések a dombóvári járásban, illetve a bonyhádi járásban, hiszen ebből a kettőből áll össze alapvetően a választókerületem, közel 9 milliárd forint támogatási forrás érkezett ide. A bonyhádi több mint 500 milliárd forintos beruházást a kormány közel 300 millió forinttal támogatta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadón azt mondta, a magyar gazdaság nagy utat járt be az elmúlt időszakban, és komoly sikereket ért el a rendkívüli nehézségek ellenére. Ezekhez pedig szerinte a kormány beruházás barát munkahelyteremtést segítő politikájára is szükség volt. Ha lenne ilyen verseny, akkor szerintem az Európa bajnoki címet kioszthatnák nekünk az adócsökkentések tekintetében, hiszen mind a személyi, mind a társasági jövedelemadó, mind pedig a munkát terhelő adók rekord mértékben csökkentek az elmúlt egy évtizedben Magyarországon. Tolna megyében 16 cég kapott hasonló versenyképességet növelő támogatást a kormánytól, mintegy 4 milliárd forint értékben. Ezeknek köszönhetően 2200 munkahelyet sikerült megőrizni a válság ideje alatt is. 5839 új koronavírus fertőzöttet igazoltak hétfőn idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.831.423 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.143 főre emelkedett. 2062 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 78-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.401.000-en kaptak. Tolna megyében 32 új fertőzöttet regisztráltak a hét első napján, ezzel a járvány kezdete óta 38.880-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Egyedülálló megállapodást kötött a szekszárdi önkormányzata helyi városi bölcsödével és a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi technikumával. Ennek értelmében a középiskolában tanuló kisgyermekgondozó diákok szakmai gyakorlatot szerezhetnek a bölcsödében, a megyei jogú város pedig a bérüket előfinanszírozza addig, amíg az megérkezik az államtól. 12 kisgyermekgondozó diák tölti a szakmai gyakorlatát a szekszárdi városi bölcsödében. Ők mindannyian a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre egészségügyi technikum és szakképzőiskolában tanulnak. Az intézmény és a bölcsőde között már évek óta jó az együttműködés. A gyerekek ennek köszönhetően olyan ismeretekre tehetnek szert, amiket az iskola falai között nem tudnának elsajátítani. Nagyon fontos az, hogy mindjárt ilyen munkakörülmények között tudja a szakmát megismerni és elsajátítani, és
és hát az elmélet és a gyakorlat integritásában tud még nagyon sokat segíteni a duális partner. A városi bölcsőde vezetője azt mondja, a megújult szakképzési rendszerben a duális képzés során a fiatalok már az iskolai évek alatt testközelből tapasztalhatják meg, hogyan kell bánni egy-egy gyermekkel a terepmunka során. Fokozatosan veszik át a gyermekeknek a gondozását, természetesen úgy, ahogy a gyermek engedi. Amelyik kicsit közeledik hozzájuk őket először, amelyik kicsit húzódozóbb, utána megvárjuk azt a kis lehetőséget, azt a pillanatot, amikor már a gyermek elfogadja, és akkor utána veszik át annak a gyermeknek is a gondozását. Szekszárd már elnyerte a Családbarát Város címet az Emberi Erőforrások Minisztériumától, ezért is tartották a megyei jogú város vezetői fontosnak, hogy az önkormányzat is csatlakozzon az együttműködéshez. A képzésben résztvevőkkel szerződést kötünk, és díjazást kapnak a szakképzés idejére, illetve ugyanazok a jogok, amik egy alkalma, vagy egy dolgozott megilletnek, szabadság meg, stb. Azokat ők is megkapják. A most gyakorlaton levő diákok a tervek szerint májusban és júniusban tesznek szakvizsgát, szeptembertől pedig újabb tanulók érkeznek a szekszárdi városi bölcsödébe. Oktatási és képzési együttműködési megállapodást írtak alá a paksi atomerőmű bővítése kapcsán Faddomboriban. A cél, hogy a dél-dunántúli régiót hosszú távon vonzóbbá tegyék az ide települő munkavállalók és családjaik számára. Egymás után írták alá az együttműködési megállapodást az oktatási intézmények vezetői. Ők azt vállalták, hogy a képzéseikkel segítik a paksi atomerőmű bővítése kapcsán a régióba települő szakembereket és családjaikat. A Tolna megyei szakképzési centrum is csatlakozott a programhoz. Az intézményrendszer kancellárja azt mondta, a térség fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a munkaerőpiac kereslete és kínálata összhangba kerüljön. Na azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségi pillanat, mert hogy azok a térségi szereplők, akik itt a kiemelt térségben dolgoznak, élnek, működnek, közöttük, ha nincsen meg az együttműködés, és nincsen meg az a stratégiai közös gondolkodás, ami szükséges ahhoz, hogy a térség fejlődjön, akkor nem tudunk fejlődni. És számomra ez az egyik legnagyobb előnye és lehetősége ennek a mai aláírásnak. Az egyedülálló kezdeményezést a Közép-Dunamenti Kiemelt Térségfejlesztési Tanács kezdeményezte. Mikulás Brigitta elnök szerint kiemelt jelentősége van annak, hogy az egyes térségekben, régiókban gazdasági szerkezetüknek és helyzetüknek megfelelő szakképzési rendszer működjön, figyelembe véve a helyi adottságokat. A széles körben kerestünk meg a Közép-Dunamenti kiemelt térséget érintő, tehát ezt a földrajzilag lehatárolt 99 település vonatkozásában meghatározott térséget érintően azokat a szervezeteket, amelyek képzéssel, szakképzéssel, felnőtt képzéssel foglalkoznak és részt vesznek abban, hogy a munkaerőpiac megfelelően tudja biztosítani a munkaerőpiaci igényeket. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, a széles körű összefogásnak köszönhetően véletlenül megállítható lesz az elvándorlás. Ha olyan szakmát adunk, és olyan ipar telepítő, ahol a szakma is, és az ipar is, hogy kezdettől össze van nézve, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy itt tudnak maradni a fiataljaink. A Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács 99 települést fog közre, jellemzően az ország dél-dunántúli régiójában. A cél, hogy ezeknek a városoknak és falvaknak jelentős mértékben erősödjön a gazdasága a paksi bővítésnek köszönhetően. Már 8000 levélszavazatot leadtak az április 3-ai parlamenti választásra és a gyermekvédelmi népszavazásra, derült ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező levélben szavazóknak az MVI március elején postázta ki a szavazólapokat és a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozatot tartalmazó levélcsomagokat. Összesen 456 ezeren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében. A hatósághoz közvetlenül 7838 levélszavazat érkezett már vissza, külképviseleteken pedig 338 darabot adtak le. Az MVI-hez visszaérkezett levélszavazatokat elzárva tárolják március 28-áig.
Siógárd is csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyek az orosz-ukrán konfliktus elől menekülő családoknak nyújtanak szállást és ellátást. A községben tartózkodó 12 főnek az önkormányzat biztosítja a lakhatást és a napi melegételt, a helyi lakosok pedig használati tárgyakkal, ruhákkal és tartós élelmiszerrel járulnak hozzá a menekültek mindennapjaihoz. Kis kedvencüket is magukkal hozták azok az ukrán menekültek, akik nemrégiben érkeztek meg Siógárdra. Az ottani katolikus egyház egyik vezetője vette fel a kapcsolatot a siógárdi hívekkel, és kérte a segítségüket, hogy nyújtsanak menedéket az orosz-ukrán konfliktus elől menekülő családoknak. Jelenleg 12-en vannak elszállásolva a község paplakjában és a civil házában. A helyiek felajánlásával ágyakat, használati tárgyakat kaptak, hogy komfortosabbá tegyék az eddig alig használt szálláshelyeket. Egyház biztosította a kommunikációt, és utána pedig már, amikor az internet is minden helységben létrejött, akkor ők is már tudtak az otthon maradottakkal kommunikálni. Ez nagyon fontos számukra, hiszen ott dúl a háború, és ez egy lehetőségük van szinte az, hogy az otthon maradottakkal kapcsolatba kerüljenek. Gerő Attila azt is hozzátette, hogy a családok ellátását most már rugalmasan meg tudják oldani. Hétköznap az önkormányzat konyháján kapnak melegételt, hétvégén pedig a község lakosai ajánlanak fel nekik ebédet és vacsorát. Hál' Istennek, hogy a lakosság az folyamatosan hozza az adományokat, ezen felül mi minden nap azért megkérdezzük, hogy kell-e valami, és azt kiegészítjük, vagy akár biztosítjuk is számukra. Nincs nagy kívánságok. Siógárdon folyamatosan várják a felajánlásokat, amiket egyelőre a templom épületébe raktároznak. Az illegálisan lerakott hulladék felszámolásának fontosságát hangsúlyozta az innovációs és technológiai miniszter a tavaszi nagytakarítás Takarítsuk ki együtt a természetet elnevezésű akció kapcsán. Palkovics László az április 22-ig a Föld napjáig tartó kezdeményezésről szólva felidézte, a kormányzat 2019-ben hirdette meg a Magyar Klímavédelmi Akciótervet, amelynek egyik elemeként az illegálisan lerakott hulladékot szeretnék felszámolni. Felmérésük szerint a leggyakrabban lomb, háztartási vegyes hulladék, építési törmelék, valamint zöld hulladék kerül ki a zöld területekre. A miniszter kiemelte, hogy idén is folytatják azt a tavaly indított 13 milliárd forintos támogatási programot, amely az önkormányzatok számára biztosít forrást hulladéklerakók létesítéséhez. Emlékeztetett arra is, hogy 2035-ig a kommunális hulladék 65%-át anyagában kell újrahasznosítani, ezért motivációs rendszert kell kitalálni arra, hogy ez a hulladék szelektáltan kerüljön vissza a körforgásba. Minden év március 22-e a Vízvilág napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Tolna megyeszerte többek között Szekszárdon és Bogyiszlón tartottak az óvodákban tematikus ismeretterjesztő napot, ezzel a környezet tudatosságra nevelve a gyerekeket. Itt a gyerekek épp azt próbálgatják, hogy milyen tárgyak maradnak fent a víz felszínén. A szekszárdi Wunderland óvodában kompetencia alapú nevelés folyik, a pedagógusoknak és a rendelkezésükre álló eszközöknek köszönhetően szemléletesen tudják bemutatni a vízzel kapcsolatos tudnivalókat a kicsiknek. Tengert építettünk ma, és játszottunk a vízasztallal. Az óvodai fejlesztésnek köszönhetően a kicsik korán elsajátítják a vízzel kapcsolatos tudnivalókat, mire lehet használni, milyen veszélyeket hordozhat magában, hogyan lehet óvni a földön található vízkészletet. Itt az óviban beszélünk arról, hogy takarékoskodunk a vízzel, oly módon, hogy nem folyatjuk fölöslegesen, ha lehet zuhanyozunk. Nem kádban fürdünk, ezeket ők hazaviszik, otthon is beszélnek róla, és úgy gondoljuk, hogy ezzel szülőknek is úgymond egy kis üzenetet átadunk. A rengeteg piszkos víznek, amit az ember lehúz a vécén, leenged a mosogatóban vagy a mosdókagylóban, mind mennie kell valahová. Nem jut egyenesen a legközelebbi patakba, folyóba vagy tengerbe, hanem a szennyvíztisztító telepre kerül, ahol egy sor eljárás során megszűrik, majd megtisztítják azt a káros anyagoktól. Nincs ez másként Tolnán sem. Itt naponta közel 2200 köbméter tisztított szennyvizet bocsájtanak ki, ami havonta 55-60 ezer köbmétert jelent. A tisztítási ciklus 4 fázis.
fázisból tevődik össze, ez a levegőztetés, keverés, ülepítés, illetve a dekantálás. A fölösiszap elvételünk szakaszosan történik, ami a fölösiszap szivattyúktól gravitációs iszapsűrítőbe kerül, innen pedig gépi centrifugával víztelenítjük. A víztelenített szennyvíziszap szárazanyag tartalma 20-25%, amely komposztálás után a mezőgazdaságban kerül újra felhasználásra. A tisztított szennyvízünk minden egyes dekantálási fázisban kerül elvételre, ami azt jelenti, hogy naponta minden egyes medencében 5-ször veszünk el tisztított szennyvizet. Innen a tisztított szennyvizünk a tisztított szennyvíz átemelőbe kerül, onnan pedig szivattyúk segítségével juttatjuk a befogadóba. A tisztítás követően a víz már visszaengedhető a környezetbe, jelen esetben a Dunába, annak kockázata nélkül, hogy betegségeket terjesztene, vagy akár a növényekre és az állatvilágra veszélyt jelentene. A bogyiszlói víztisztító üzembe is érkezett egy csapat óvodás, hogy megtudják, hogyan lesz a Duna vízéből ivóvíz, és hogy megtanulják, mekkora érték az, hogy idehaza a csapból is jó minőségű ivóvíz folyik. Pulai László üzemvezető elmondta, nem lehet elég korán elkezdeni a környezettudatosságra való nevelést. Az azért nagyon fontos a csapvíz fogyasztása, hiszen egy ellenőrzött, folyamatosan ellenőrzött minőségről beszélünk, illetve ugye nem jelent ennek a víznek a fogyasztása nem ilyen fölösleges hulladékkal járó, műanyag flakonokkal járó, illetve műanyag szennyeződéssel járó tevékenységet, és ez a mai világban nagyon felértékelő, és nagyon fontos dolog, hogy ezt már kisgyermekkorban ugye valamilyen szinten megismerjék. A csapvizet népszerűsítő programok egyik célja az, hogy minél fiatalabb korban megtapasztalják a gyerekek, mit lehet tenni a víz jó minőségének és mennyiségének megőrzésért. A bogyiszlói víztisztító üzem felel egyébként egész Szekszárd vízellátásáért, ahol naponta kb. 7000 köbméter vizet tisztítanak meg a parti szűrésű kutakból. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Innováció, okos megoldások, hadiipari fejlesztés, átadták a Tudományos Parkot Kaposváron. 17 milliárdos turisztikai fejlesztés orrfűn a régi akvaparkot gondolták újra befektetők. Családi nap az orvosi karon, újra fehér köpenybe öltözhettek a gyerekek. Kaposváron jött létre az ország első okosipari, tudományos és innovációs parkja. Az átadón elhangzott, a létesítmény többek között új hadiipari bázisnak is otthont ad majd, így erősítve a térségi gazdaságot és az ország védelmi képességeit. Ezeket a Gidrán típusú harcjárműveket ma még Törökországban gyártják, de rádiótechnikai és elektronikai eszközökkel már Kaposváron szerelik fel őket. A későbbiekben helyben gyártanak majd hozzájuk más alkatrészeket is. Hogyha valaki ránéz, akkor azt lehet tudni erről a harcjárműről, lehet látni a robosztus nagy vasakat, viszont rengeteg szenzor és egyéb rendszer van rajta, amelyeknek az integrációját itt fogják végrehajtani Kaposváron. Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park átadásán az Innovációs és Technológiai Miniszter pedig a többi között arról is beszélt, hogy a világban felértékelődtek a hadipari fejlesztések. 3 évvel ezelőtt még nem volt hadipari vállalatunk, ma meg van. Nem is egy, hanem sokkal több van. Ugye itt meg kellett néznünk, hogy mi a technológia fejlesztésnek a módja. Lehet fejleszteni úgy, hogy mi fejlesztjük, ez bizonyos esetben lassú lett volna. Ezért azt mondtuk, hogy hozzunk ide technológiai partnereket, és ezekkel a technológiai partnerekkel együtt kezdjünk el gyártani olyan eszközöket, amire egyébként hát részben a magyar védelmi képességek fenntartáshoz, részben pedig export miatt szükségünk van. A kaposvári ünnepségen a pénzügyminiszter is részt vett. Varga Mihály azt hangsúlyozta, az ország szempontjából kiemelkedően fontos, hogy legyen felkészülve a legváratlanabb helyzetekre, és rendelkezzen egy erős védelmi, illetve egészségiparral. Az a célunk ezzel a mai jelképes indító eseménnyel, hogy a Óbudai Egyetem és a védelmi ipari kapacitások Kaposvár földrajzi pontjában összekapcsolódjanak egymással. Azt szeretnénk elérni, hogyha az egyetemi képességek azok azt a célt szolgálnák, hogy egy erős hazai védelmi ipart építsünk ki. Az ország első okosipari tudományos és innovációs parkja összehozza a cégek igényeit és ötleteit, valamint a felsőoktatási intézmények tudásbázisát. A cél az az, hogy olyan jellegű innovatív megoldásokkal a cégek jelentzenek az egyetem számára, amit az ő kutatásfejlesztési potenciájukat kihasználva lehet prototipizálni, ki lehet kutatni, le lehet gyártani,
hogy aztán utána piacra lehessen vinni, mint egy magyar innovatív terméket. Ősszel egyébként elkezdődik a Rheinmetall Hungary ZRT hadipari gyárának építése is Kaposváron, ahol a tervek szerint évente legalább 100 katonai jármű készül majd. 17 milliárdos turisztikai fejlesztést terveznek Orfűn. Az egykori akvaparkot megvásárló befektetői csoport döntött így, akik tavaly vették meg a vizes létesítményt. Az elképzeléseik szerint szálloda, apartmanok, wellness centrum és akvapark épülne a területen. A fejlesztők számíthatnak a jelenlegi kormányzat támogatására is, hiszen Pécs és környéke kiemelt turisztikai övezet, így az orfűi fejlesztés is ide tartozik. Az Orfűi Akvaparkról készültek ezek a felvételek még 2020 nyarán. Az eladásra meghirdetett létesítményt egy befektetői csoport vette meg egy ingatlan csomag részeként. Bár először el akarták adni a fürdőt, végül úgy döntöttek, fejlesztésbe kezdenek Orfűn. Magát a tópartot és a tavat is be szeretnénk vonni a fejlesztésbe. Ez nyilván ez egyéb egyeztetéseket is még megkíván. De erre megvan a kialakult koncepciónk, illetve a közös akarat az önkormányzattal. Szállás helyett wellness központot és akvaparkot építenek itt. A tervek szerint 17 milliárdból, mondja a tulajdonosok képviselője. A belföldi turizmusra alapozva ez nem egyáltalán nem egy álomszerű számolgatás vagy beruházás, amit itt egy ilyen 100-110 szobás fejlesztéssel, valamint a hozzá kapcsolódó létesítményekkel tervezünk. Tehát azt gondolom, hogy ez gazdaságilag is egy megalapozott dolog lesz. A szálloda földbe süllyesztett, a terepviszonyokat kihasználó épület lesz. Mellette 20 apartmanházat is terveznek a területre. A létesítmény egész évben nyitva lenne. A fejlesztési kormánybiztos azt mondja, az elképzelést a kormányzat is támogatni fogja anyagilag. A Dél-Dunántúlon egyetlen jogszabályban nevesített turisztikai térség van, aminek a jogszabályi neve az a Pécs Villány turisztikai térség. Ez egy kiemelt terület, amelynek a turisztikai vonzerejével kapcsolatban ebben a jogszabályban biztosított és definiált módon külön kell foglalkoznunk. Ennek a turisztikai térségnek egyébként a része Orfű is, Pécs mellett. A terület országgyűlési képviselője szerint a jelenlegi kormányzat partner abban, hogy fejlődjön a megye, Pécs és környéke. Az elmúlt, most lezáruló 4 éves kormányzati időszaknak vagy ciklusnak az üzenete az, hogy ahogy Orfű fejlesztésében és Pécs fejlesztésében, úgy egész Baranya megye fejlesztésében is az első számú partnerünk az elmúlt években, és ez a jövőben is így lesz, az az Orbán kormány. Tehát itt több mint 100 milliárdos effektív kormány döntés született, ami Pécs fejlesztését segítette. A fejlesztésről már tárgyaltak a turisztikai ügynökséggel is a támogatásról. A választások után kezdődne a beruházás, ha marad a mostani kormányzat. A hétvégén tartották a 10. Teddy Maci Kórház elnevezésű rendezvényt. Hagyományosan a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kar ad otthont annak a programsorozatnak, melyen óvodások és általános iskolások ismerkedhetnek a higiénia, az orvoslás és az egészséges életmód alapjaival. Gyerekzsivaj töltötte meg a Romhányi György aulát. Több mint 740 érdeklődő vett részt a szombaton megrendezett családi napon. A program fő célja csökkenteni a gyermekekben és szüleikben a fehér köpenytől való félelmet. Ehhez több állomáson mehettek végig az érdeklődők. Diabétesz, egészséges táplálkozás, elsősegély, sebimitáció, elsősegély hívás használata, Teddy Maci részről a ambulancia és műtőn tudnak részt venni a gyerekek, ezen kívül a fogorvoskar és a gyógyszerészkar települt ki a saját prevenciós programjaikkal. A foglalkozások nem csak ezen a rendezvényen népszerűek, a medikusok önkéntes munka keretében látogatják az óvodákat és alsó tagozatos osztályokat. Vannak Maci műtőink, ami talán a legnagyobb népszerűségnek örvendő programunk, illetve van a Maci ambulanciánk, ahol a saját kis hozott plüssállataikat gyógyíthatják meg a gyerekek. Ez is nagyon népszerű nálunk, nagyon szeretik, az óvodákba is szinte heti rendszerességgel visszük ezeket a programjainkat. A gyerekek minden állomáson pecsétet kaptak, a kijáratnál pedig jutalomban részesültek. Végül egy névre szóló oklevéllel térhettek haza. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó.
Üzemcsarnok átadás Bonyhádon több mint 4,5 milliárd forint állami támogatással fejlesztett a családi vállalkozás. Szekszárda családbarát város, egyedülálló megállapodást kötött az önkormányzat oktatási intézményekkel. Együttműködés, az oktatás fejlesztéséről írtak alá megállapodást Paks 2 kapcsán. 12 menekültnek segítenek Síjolgárdon, összefogtak a község lakói és az önkormányzat. Szerdán is túlnyomóan derült, száraz idő lesz gyenge légmozgással, a hőmérséklet tovább emelkedik, éjszaka nem történik nagy változás az időjárásban, marad a felhőtlen égbolt, és már csak kevés helyen várható gyenge fagy. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!